Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Méghozzá nem mással várunk benneteket, mint a Roller Coaster Tycoon 1-es játéksorozatunknak a 22. adásával. Folytassuk tehát a Bumblebee-csi küldetésünket. Ezekben a másodpercekben kaptuk meg a vízi csúszdát, amivel kapcsolatban ugye megvannak a magunk véleményei, hogy itt ebben a Vidám Parkban, főleg azért, mert hogy már ennek az évnek a végénél be kell, hogy fejeződjön a küldetés, illetve be fog fejeződni a küldetés, szóval emiatt nem fogom ezt most bekockáztatni magam részéről. Nem is tudtam, hogy van ez a kis információs rész, vagy nem is tudom, minek hívjam. A parknak a statisztikái. Oké. Okay. Ugye eddig 1067 vendég érkezett a Vidám Parkba, ugye néhányan el is mentek már a parkunk, viszont most ugye 800 vendégnél tartunk, 824 vendégnél egészen pontosan, szóval azért vannak rendesen még emberek itt a Vidám Parkban, és azt gondolom, hogy azért nincs még elveszve ez a világban. Sőt, nagyon jó rá. Na mi a következő? Még ezt nem tudjuk. Minden esetre ugye egyik kedvenc Vidám Parkom, ezt mondjuk a múltkori adásban nem sikerült elmondanom. Itt viszont megteszem, hogy egyik kedvenc Vidám Parkom, még kisgyermek koromban, amikor játszottam még, és újdonságnak számított ez a játék 2002-3 tájékán. Olyan szinten imádtam ezt a parkot, hogy konkrétan gyakorlatilag ez volt azon pályáknak az egyikre, amelyet a legelőször sikerült kivinnem. Nyilván ez ugye még nem kapjuk meg először, első alkalommal ugye a játékban meg, hanem ehhez ugye már küzdeni kell, illetve teljesíteni kell egy másik pályát, ami igazából, hogyha végigcsinálod a legelső pályát, és hirtelen nem is ugrik be annak a neve, akkor tulajdonképpen nagyon gyorsan kell megkapod a pályát. Na, valami Gentle Ride-ot fogok kapni, ami biztos, hogy ez a második oldal lesz, mert a labirintus nagyon-nagyon nagy erős gyanúval kimondom, hogy a labirintus. Megint elromlott a car ride. Még a győztest várjuk, látom, magyar nyerte meg az imunti futamot. Cserébe ennek a káncsolóba viszont leghátulról kell indulni a szegénynek. Itt is, ha jól látom, a magyar van elől. Magyar sárga van elől. Csak szerintem ez még csak a második kör. Nem, harmadik kör. Magyar nyerte meg ezt a pályát is. Jó van. Ezek a sikereket. Hú, viszont itt amitől féltem, az előjött nevezetesen a nagy dugó. Az a baj, hogy ezt nem tudom máshogyan megoldani, csak hogyha a manést arrébb viszem. De az nagyon nagy mani különbség, nagyon nagy manit jelentene számomra. Most 8.39-nél kicsit megálltunk. És szerintem azért, mert hogy ugye nagyon lenne gondok. Azt nézem, hogy itt a go-kart pálya fölé felfér a labirintuson, vagy alá, egészen pontosan. Igen, tulajdonképpen azt nézem, hogy ez a rész, gyakorlatilag ez alatt semmi nincsen, mert igazából ide meg lehet építeni egy labirintust.
Most már pedig arra kell tennem a manést. Ez itt. Őrülök, majd egy elromlásnál majd meg tudom ezt csinálni, szerintem. És annyira biztos volt ez a labirintus, hogy egyértelmű, hogy az. Gondolkodom, hogy lehetne máshova rakni, még akár ide is lehet egyébként. Nem igaz. Sőt, talán ez jobb is, mert itt igazából kevesebb a létesítmény, bőven ide elfér, szerintem. Mi az, hogy elfér? Azt nem mondanám, hogy a mai adásra meg lesz ez a pálya, de a következő adásra már meg lesz. És akkor talán még egybe belekezdek én, szerintem itt most a mai felvétel csomagban. A csomagok. Imádom. Imádom a kacsangokat. Beszéltem arról, hogy itt lehet területeket megvásárolni, ezt most megmutatom nektek, hogy merrefele, ha jók az emlékeim, akkor itt ezt az oldalt lehet meg... Nem, itt a tengerpart felé lehet vásárolni, de ez igazából az annyi, hogy a terület fölött építhettek meg. Így van, a terület fölött, vagy lehet alatta. Igen, viszont nagyon drágák nem volt jön szerint a dolgok. Úgyhogy én ezt most hagynám, főleg úgy, hogy igazából ez a vidám park, ez most jelen pillanatban még nincs kihasználva, de területileg még bőven beleférünk. És ráadásul még bőven beleférünk, mondjuk inkább így. Látjátok, az, ahogy átraktuk ingyenessé a belépőt, nem kapik azt a hibás üzenetet, és ezért ugye nem kapik folyamatosan a levonást. Így ugye folyamatosan én a profit. És vissza tudnánk fizetni a manit, de az a probléma, hogy megint ott leszünk vele, hogy akkor nem tudjuk a labirintust megvenni. Nem tudom, hogy lehetne még máshová építeni. Maradjunk itt. Ez is el lesz egy ideig, amíg én ezt megépítem. A körgyinte miatt nem tudom berakni. Ott lesz a bejárat, azt már tudom. Látnom kéne, hogy mekkora helyünk van. Most tételezem fel, berakom oda a bejáratot. Ide. Ezt most kimérem. Oda még elhelyezünk valamit. Itt lesz a... Várjál, csináljuk meg, hogy így lesz a dolog, és akkor ott lesz a kiárat. Sőt, inkább legyen itt a kiárat. Na, tökéletes. Ez így rendben lesz szerintem. Na, akkor építsük tovább. Legyen a zsákutca. Ez a
kitörő hely. Egy boltot kapunk a következő körben, megint csak. Küzdjön meg azért a kiáratért szépen. Hoppá! Így is jó, nem baj, nem baj, nem baj. Ott lesz a kiárat. De egy megoldjuk így első körben, és akkor a végszikét. Ugye? Nem akarom, hogy hova rakom. Azaz, na így már jobb lesz. Ne legyen rövid idő végig mászni a bingopuskámon. Ugyanakkor meg. Mondom, még egyszer szenvedje végig a kedves játék, mert a kedves vidám park lakó. Na most már tulajdonképpen annak is mondhatom vidám park lakónak ezt a csapatot. Nem megsérteni őket. Na azért hiszek abban, hogy a játéknak van szelleme, és megbüntet engem, ha mondjuk leidiótázom a vidám park lakóit, amit most nem teszek meg. Ha idáig tudom. Na, én ezt késznek nyilvánítom. A labirintus belépődíja 1 dolcsi, és be is engedünk mindenkit. Na, nagyon-nagyon ügyesen összepakoltuk a labirintust, és akkor mindjárt kiderül, hogy mi lesz annak, akkor ennek a bevétele. Oda befér egy shop, egy bolt. Szerintem ez most már egy ajándékbolt kell, hogy legyen. Persze minden kiderül. Egyébként nagyon szép maga ez a vidám park is. Egyik kedvencem azért, mert közvetlenül egy település mellé épült, mint látható. Bár mondjuk a realitását azt elveszíti, én azt gondolom, hogy a település, illetve a tengerpart közé mikor fogok találni egy vidám parkot. Bár mondjuk New Yorkban egyébként képzeljétek el, így van. Aztán Bronxban, hogy ott van egy, igaz, hogy egy hullámvasút. Tehát azért nyitottabb a vidám park. De azért van. Eltaláltam, ajándékárus lesz. Aztán azt gondolom, hogy jótékonykodok egyet. Valahogy így képzeltem ezt a jótékonykodást. Cserébe viszont kapnak el a rendőrt. Vagy nem itt figyel a rendőr. Akkor most ide kapnak egy 20 rendőrt. Na, tökéletes. És egy újabb cserébe. Szépen elhelyeztem ide egy-két. Egy-két extra dolgot még ide egy széket ledobok, és akkor ennyi részemről. Na, érkezik tehát akkor az ajándékárus, szerintem már mondtam, hogy azt tippeltem, és a szemhez bedöglött. Viszont a labirintus már most megkereste így a maximális létszámot, úgyhogy felemelem 8-ra. Megjött a szülemír.
pont jól is kapom. Szerintem a felelőbb boldon, megoldás módon. Ugye a játékot ad meg esemjőt. Már kevésbé nagy itt a dugó. Ezt kell mondanom. Szóval nem tudom arrébb tenni, de válasz ezt, hogy nem, mert itt mindenütt. Itt ugye zavarja a dodge-en. Bár hogyha a dodge-ennek a bejáratát ide rakom, akkor mindennel másabb a helyzet, mert így bővük tudnak vezetni. Na, valamelyik kocsi áramlott. Aha, olyan szinten, hogy senki az ég egyet a világon nem tud elindulni. Csak a fehér tudott abból a sorból elindulni, az azért durva. És elromlott a kettes is. Na, hogy állunk a labirintusnak a számával? Ó, bőven be lehet dobni. Menjen be a maximális létszámbe. Na, 878 vendég, jók a profitjaink, nagyon jól állunk a profit ügyében. 885-ös parkráta, az is rendben van, azt gondolom. Tehát azért szépen elütötték volna a realitásban jelenünk a kényes kis emberkémet. Kórházi számlát fizettem volna. Attól félek, hogy pont az a vízválasztó időpontra fogjuk majd az adást befejezni, hogy trail ride-ot kapunk. Hát pont úgy sikerül, hogy még itt ezen a parkon még el leszünk egy negyed órát, 20 percet, hogyha jók a számításaink. Na mit fogok kapni? Tudom, hogy trail ride-ot, de és viszont úgy állok, képzeljétek el menni ügyben, hogy le tudom venni a kölcsönt. Remélhetőleg hosszabb távon meg tudom ezt így csinálni. Tűzda, ez is egy kicsit érdekes. Be tudom letni a maximális létszámot, amit szóltak hozzá. Kevesebb lesz már is a sor. Akkor azt nem értem, hogy miért csináljátok azt, hogy eljöttök idáig, és visszafordultok. Ez a játék adja a 2000-ben. Ez viszont nagyon szépre megépült ez a labirintus. Kár, hogy nem tudom elmenteni. Viszont a körhinta az bedöglött, ahogy nézem. Már mindenki ráment a labirintusra. Azt gondoltam. Aha, teljes a várakozás a labirintusra. Most jön a kilövő pad, figyeld meg. Mindig, hogy más jönne. Na, tetszett neki a vidám part, csak elfogyott a magam. Azon gondoltam, hogy legyen egy jótékonyságból egy olyan park, mint a létesítmény, amely teljesen ingyen ipénybe vehető. Hát azért a körhintát nem... Körhinta az esélyesebben, de azért nem akarom, hogy ingyen ott töltsön 6 percet. Csapdában. Kavitron. Ó, az sem rossz igazából. Sorrendet követve
én későbbre raktam volna, de nem baj. Nem baj, ez is egy olcsó tulajdonképpen. Azt már látom, hogy most viszont úgy állok, hogy nagyon jó a bevétel. Tehát itt a profit az, hogy hetente 400 dolcsit kapok. Azzal megjön azt, hogy le tudom a kölcsönt venni magamból. Amivel pedig a végeredményt tudom egy kicsit szebbé tenni. A Bovitron 3x3-as. Elkezdek gondolkodni, hogy hova tegyem. Igazából két megoldáson töröm a fejemet. Az egyik az, hogy ide. A másik pedig az, hogy ide. Viszont ha ide rakom, akkor vagy az, hogy körbe viszem így a bejárat, illetve a gép körül a dolgokat, viszont itt ez a négy, akkor ez a négy blokk az tulajdonképpen volt és semmi több. Vagy gyönyörű szép kinéző, gyönyörű szépen kinéző valami. Annyi. Az esetre kiderül. Az viszont biztos, hogy ide még egy ajándékboltot lerakok azzal a reménnyel, hogy ott ezt a széket nem fosztom meg. Így van, jól csinálok. Csillá. Megint egy kis pénzkeresés. Esélyei. Elromlottam. Megint a gokárt. Egyébként ezt a gokártot is tudatosan kitettem, de nekem együtt előtt, hogy ugye a lehető legmaximálisabb helyet használtam ki. Itt lehetne egy kicsit kanyarítgatni. De úgy is ezt szem azért a megfelelő kategóriában. Nem a dolog. Elromlott a cigizda. Látogatóink vannak bőven, gyerekek. Ez nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki, gyerekek. Nem hazudtolta meg magát a játék könnyedsége. Ebben a menetben. És akkor ez nyert el tőlem a bizalmat. Ez a megoldás. Itt van nagyon kicsi nyúlik a messzegben. Belefér, ha ide rakom? Nem, szerintem itt ez a magasság miatt nem fog beleférni. Igen. És le tudom rakni szerintem hamarosan, azt kell mondanom, hogy vége az adásnak. Megvan. Bejárat. Bejárat. Sok helyben nem tudom őket rakni. Jó. Gravitron. Ugye vigyázzam kell a Gravitronnal, mert ugye három különböző mód van. Viszont gyakorlatilag a beginners mód az egyedüli, ami tulajdonképpen jól van megcsinálva. Az összes többi az mind olyan mód, amely gyakorlatilag a lehető legkevesebb embert fogja oda toporozni. Tehát az abban az esetben az luxus lenne, ha azt építenünk bele. Tehát az csak is kizárólag abban az esetben dobnám bele. Ha olyan jól állok, hogy megéri a kockázatot. No, viszont megköszönöm nektek, hogy itt voltatok, ennyi volt már a hullámos utazás, azaz a Rollercoaster Tycoon. Ne felejtjétek el, hogy találkozunk a következő alkalommal, és továbbra is jelen állás szerint heti két alkalommal találkozhattok ezzel, hiszen nagyon sok pálya van még, tehát bőven van még mit megcsinálni ahhoz, hogy lezárhassuk az első évadot. Köszönjük, hogy itt vagytok,
és itt voltatok velünk. Sziasztok!